Jó estét kívánok! Mai első témánk egy ma rendezett konferencia kapcsán a privatizációval foglalkozik. Stúdiónk vendégei olyan társaságok vezetői lesznek, amelyeknél már lezajlott vagy éppen folyamatban van a privatizáció. A Dédás, a bányavagyonhasznosító és a Pécsi Erőműert igazgatói tapasztalataikról beszélnek majd. Ma ünnepeljük a Színházi Világnapot. Ez alkalomból készített összeállításunkkal Tália elkötelezettjei előtt tisztelgünk. A privatizáció hatásai és eredményei a Dél-Dunántúli térségben címmel rendeztek ma a konferenciát Pécsett a Metes székházban. Az eseményen részt vett dr. Csiha Judit, privatizációt felügyelő tárca nélküli miniszter is, akit elsőként az immár 8 éve folyó privatizációs folyamatok eredményeiről és a Dél-Dunántúli helyzetről kérdeztem. Nagyon sok minden lezajlott, talán azt is lehet mondani, hogy majdnem minden. 95-ben jelölte ki az állam, az országgyűlés azon állami vagyonnak a körét, amit nem óhajt magánkézbe adni. Ez a korábbi állami vagyon mintegy 15%-át teszi ki. Az e fölötti részt tudomásul véve a törvény előtti privatizációs folyamatokat is nagyjából már értékesítettük. Ez számokban kifejezve azt jelenti, hogy az induláskor olyan 1860-70 közötti állami vállalat volt, melyeket át kellett alakítani először gazdasági társaságokká és ilyenként értékesíteni. Ma ez a szám kevesebb, mint 300, ami még állami kézben van. Ennek a nagyobbik része is azon társaságokat jelenti, amiket az állam hosszú ideig állami kézben fog tartani. Ebből következően 100 körülére tehető az a még értékesíthető állami kézben lévő társaság, ami még megvan. Összegészében eredményes a Dél-Dunántúli privatizáció is. Itt a külföldi tőke jelenléte arányaiban kevesebb, mint az országos átlag. Az a csapás érte a térséget, hogy az országos átlaghoz képest több korábbi állami vállalatot kellett végelszámolni és felszámolni. De akik tudtak alkalmazkodni, és megmaradtak a privatizációig, azok a privatizációk azt hiszem azért eredményesek, és talán lehet mondani sikeresek, mert jól működnek. Az új tulajdonosok ugyanis jól bánnak a megszerzett vagyonnal, hiszen ez az ő érdekük is. Ez idáig Baranyában 44 vállalatot 100%-ban privatizáltak. Több olyan is van, ahol csak részlegesen zajlott le ez a folyamat, és a privatizáció maga is még folyamatban van. Stúdiónk vendégei három olyan nagy társaság vezetője az energiaszektorból, amelyeknél már beszélhetünk a privatizáció tapasztalatairól. Bobula András, a Dédás RT értékesítési igazgatója, dr. Kamarás Béla, a Pécsi Erőmű RT műszaki igazgatója, és dr. Göndöcs István, a Mecseki Bányavagyonhasznosító RT elnök igazgatója. Jó estét kívánok! Kezdjük talán az erőművel. Jó sokáig elhúzódott ez a folyamat, több felvonás is lejátszódott, mire pont került a sor végére. A privatizáció feltételei 1992. január 1. éve teremtődött meg, amikor a állami vállalatot részvénytársasággá alakították át, és két fő tulajdonos a APVRT, illetve az MBM volt. Ez volt az a feltétel, amelyik elindította a privatizációt. 1993. áprilisában megtörtént a bányaerőm integráció, ami alatt azt kell érteni, hogy a Mecsekben működő bányákat az erőművel egy szerves részvénytársasággá alakították ki. Hozzánk került a Zobáki mélyműveléses bánya és a Pécsett működő kőfejtéses bánya. A privatizáció hosszú éveken keresztül húzódott, nagyon sok érdeklődő jelent meg, és talán az egyik legfontosabb problémája az volt, hogy a pécsi erőművet a bányával együtt nem akarták megvenni. Ez volt az a folyamat, ami elhúzódott végeredményben az erőműnknek a privatizációja, és amikor ennek a kérdésnek a végére került a sor, ez év január 1-ével
amikor olyan befektető jelentkezett, aki vállalta a bányának a bezárásával kapcsolatos költségeket, és ezzel együtt az erőműnek a privatizációját is. Ki az új tulajdonos? Krőzus nevezető amerikai befektető cég, és ami nagyon fontos a többi privatizációhoz képest, ez pénzügyi befektető. A pénzügyi befektető valójában ebben a pályázaton talán nem is indulhatott volna, úgyhogy ő a pécsi erőműnek a menedzsmentével közösen vállalkozott, és közösen vásároltuk meg valójában a pertet. Hogy áll a privatizáció a másik két vállalatnál, melyek sorsa tulajdonképpen összefügg az erőmű RT-vel is? Hát én azt gondolom, hogy a mecseki szénbányák felszámolása végén ez a bizonyos bányaerőmű integráció ez lassította a későbbiekben az erőműnek a privatizációját, ahogy a Kamarás úr is mondta, tehát itt egy nagyon bonyolult kérdést kellett megoldani, hiszen ebből az energiavertikumból a bányának a problémáját is rendezni kellett. Azokat a bányákat, amelyeket a kormány akkoriban nem kívánt rövid idő alatt megszüntetni. Én azt gondolom, hogy ezen nehézségek ellenére így utólag azt mondhatjuk, hogy szerencse, hogy a dolgok így alakultak, mert így rendezett módon történik a bányák elrendezése. Végeredményben a felszámolásban maradt bányák bekerültek az új részvénytársaságba, a Mecseki Bánya Vagyonhasznosító Részvénytársaságba. Ilyen volt Vasasbánya, ott azonban meg kellett szüntetni a tevékenységet, talán emlékszünk rá, hogy ez nem minden csatazaj nélkül zajlott le, de végül is lezajlott, és ennek a folyamatnak a szénbányászat leépítésének a keretében 4000 munkahely szűnt meg, és aztán egy olyan cég jött létre, amely már nem egy integrált tevékenységet folytatott, hanem igazából a megszűnt tevékenységek után itt maradt vagyonnak az értékesítésére és a bánya után maradt romok eltakarítására kellett, hogy vállalkozzon. Tehát ilyen szempontból a privatizáció nálunk egy kicsit más, mint az országban általában, hiszen, mint a Csiha miniszterasszonytól hallottuk, társasággá alakították a cégeket, és a társaságok üzletrészeit adták el, a mi esetünkben pedig fizikai vagyontárgyakat kellett értékesíteni. Maga a folyamat mennyi ideig tartott? Hát ez a folyamat körülbelül a derekatáján tart most jelen pillanatban. Éppen most fogjuk újra átvizsgálni a helyzetet, ami azt jelenti, hogy egyfajta mérleget vonunk az eddigi tevékenységünkről. A 94. január 1-e óta eltelt időszakban úgy a bánya bezárási, tájrendezési és egyéb kötelezettségteljesítési feladatok, mint a vagyonhasznosítás terén körülbelül 50%-ot teljesítettünk, tehát ez azt jelenti, hogy még körülbelül 3-4 évre van szüksége ahhoz, hogy ezt a folyamatot lezárjuk, befejezzük. És mi a helyzet a Dédásznál? A Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Pécsváros térsége mellett az országnak kb. 20%-át látja el villamos energiával. Hasonlóan, mint a pécsi erőmű 1992-ben alakult át részvénytársasággá, és 1995 volt az az időpont, amikor külföldi befektető jelent meg, tehát privatizálták a társaságot. A Bajor Villamos Művek Társaság szakmai befektető van azóta jelen a Dédásznál. A szakmai befektető egyrészt elvárásokat, másrészt tudást hozott a társasághoz. Ennek eredményeképpen örömmel el lehet mondani, hogy az 1997 évi gazdasági év pozitív eredménnyel zárul először a részvénytársaságnak a történetében. Az elmúlt években a közvélemény meglehetősen ellenségesen viseltetett a privatizációval szemben. Többnyire számlájára írták a munkanélküliséget, a bizonytalanságot, sőt az energia áremeléseket is. Ma dr. Csiha Judit úgy fogalmazott, hogy bár racionálisan a közvélemény elfogadta, de a szívük mélyén soha nem szerették az emberek a privatizációt. A közvélemény folyamatos ellenérzéssel kísérte a privatizációs folyamatot, aminek azt gondolom alapos oka van és volt. Mindenek előtt nem volt kipróbált receptje a privatizációnak, nem volt egy végigjárt útja a ilyen léptékű magánosításnak, tehát mind szabályozás oldalról, mind lebonyolítás oldalról a folyamat közben tanultuk meg, hogy hogy is kéne csinálni. Ez nagyon sok hibát jelentett, és nagyon sok áldozatot követelt. Gondoljunk csak bele, hogy
évtizedeken keresztül dolgozik valaki egy állami vállalatnál, akármi történik, az ő fizetése meg van állapítva és megkapja. Akár eladható a termék, akár nem, akár szükség van egyáltalán arra a munkára, amit ért a fizetését kapja, akár nem. És akkor tulajdonképpen egyik pillanatban a másikra ez a védőernyő összecsukódik, és az szerint van munka vagy fizetés, hogy az a termelés, ami abban a cégben folyik, az piacképes-e. Ez a kegyetlen objektív oldala a dolognak. De van egy olyan is, hogy természetes emberi félelem gyanakvás az, hogy eddig dolgoztam egyfajta szisztémában és rendszerben, és most ez meg fog változni. Vajon azok az új elemek, amik az én életembe bekövetkeznek, új tulajdonos, új vezető, új feladat, ezt vajon én hogy fogom tudni csinálni, akarom-e, akarhatok-e mást? Minden olyan negatívumot, ami ebben az országban föllelhető volt a 90-es évek folyamán, valamilyen módon mindig összeköti a közvélemény privatizációval. Mondhatnám azt is, biztos sokan nem értenek velem egyet, hogy a privatizáció az a pofozógép, amelyikre minden keserűséget rá lehet tenni. Önök hogy tudtak megbirkózni ezekkel a problémákkal? Mik voltak-e, felmerültek-e ezek nyilván? Az erőmű nem kimondottan szolgáltató társaság, de mint termelőnek is igen szoros kapcsolatot kell alakítani a fogyasztókkal. Ez a kapcsolatrendszer elsősorban a távfő területén alakult ki. Társaságunknak volt ideje 92 óta felkészülni a privatizációra, úgyhogy ezen a piac területén, a hőpiac területén több lépést tett. Tavaly befejeztük a gőzpiacon a közvetlen gőzszolgáltatási rendszernek a kiépítését, ami alatt azt értük, hogy megvásároltuk a gőzvezetékeket, és egy közvetlen erőmű-fogyasztói kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek eredményeként elértük azt, hogy egy éven keresztül nem emeltünk árat a gőzrendszeren, és így a gőzpiacnak a megtartását mi eredményesnek tartjuk. És a dolgozók területén mennyi elbocsátása van, vagy lesz szükség? Mennyire tartanak ettől az erőmű dolgozói? Én úgy érzem, hogy ismét azt tudnám mondani, hogy 92 óta mi egy olyan létszám leépítési programot hajtottunk végre, amelyeket maga a befektető is most az év elején úgy értékelt, hogy ezt a folyamatot jónak minősítette, és valójában most 98-tól nem kell számítanunk nagyobb mértékű leépítése. A másik, ami nagyon fontos, hogy az ennek a fejlesztésével kapcsolatban a dolgozóknak egy biztos munkaalkalmat fogunk teremteni, és egy hosszú időre, egy újabb 25 évre a blokknak a megépítésével egy biztos megélhetést kapnak a dolgozók. Dolgozók is lehetnek részvényesek? Nem tudom, ez hogy van. Igen, a dolgozóknak is megvolt a lehetősége arra, hogy a dolgozói részvényeken keresztül juthassanak. Ezzel kapcsolatban, aki el akarta adni ezt a részvényét, kedvezményes áron maga a tulajdonos megvásárolta. Mennyire változtak a munkafeltételek, a munkalehetőségek a Dédásznál? A Dédász most már közel 2,5 éves olyan helyzeten van túl, amióta együttműködik a nemzetközi befektetővel, a Bayerwerkkel, és ebben a korábbi évekhez viszonyítva, amikor elsősorban a tevékenységünket a hazai áramszolgáltatókkal mértük össze, egy új helyzet teremtődött, nemzetközi megméretetésre került sor. A Bayerwerknek szintén vannak áramszolgáltató társaságai, ezek közül például a Kelet-Bajor áramszolgáltató, az OBAG, az hasonló nagyságú, hasonló profilú társaság, mint a Dédász, a paraméterek összevetésre kerültek, és ez alapozta meg a társaságnak a reorganizációját. A reorganizáció majd egy másfél éves előkészítés után 1998. január 1-jel új szervezetet hozott létre a Dédásznál. Ez a szervezet a korábbi háromszintű, meglehetősen tagolt szervezethez képest kétszintű szervezet, amelytől azt reméljük, hogy a nagyobb felelősséggel és természetesen feladatkörrel felhatalmazott egységeink a fogyasztók részére teljesebb, rugalmasabb és gyorsabb szolgáltatást fognak nyújtani. Természetesen egy ilyen változás, amelyik egy több évtizedes szervezetet megváltoztatott, mindenkinek komoly nehézséget okoz. Ennek a
kialakulása napjainkban van folyamatban. A munkahelyeket tekintve változó a helyzet, vannak olyan térségek, ahol új munkaerők felvételére került sor. Nagyon örültünk neki, hogy Pécset meghirdethettünk az elmúlt hónapokban új munkatársak felvételére, hát pályázatokat. Ennek során most a területen mintegy 100 főnek a felvételére került sor. Azt hiszem, a térségben ez egy ritka esemény. A bányák bezárásával rengeteg ember vesztette el Pécsett a munkáját. Mennyire írták ezt a privatizáció számlájára? Hát a bánya bezárások alapvetően nem függtek össze a privatizációval. Itt alapvetően egy olyan szerkezeti probléma volt az egész szénbányászatra vonatkozóan, amely miatt a bánya bezárásokra sor került. Egyszerűen a szenet nem lehetett ebben az időszakban értékesíteni, és hát piac hiányában eladósodtak a bányavállalatok. Itt egy nagyobb hát évű dologról van szó, hiszen az egész országnak a nehézipari jellegét kellett ebben az időszakban megszüntetni. Azt gondolom, erre akkor is szükség lett volna, hogyha nem lett volna politikai rendszerváltás, akkor is szükség lett volna, hogyha a kormány nem dönt a privatizáció mellett, tehát ilyen értelemben ez így szorosan nem függ össze. Azonban azok a hangulati elemek, amelyekről a miniszterasszony beszélt, nyilván nálunk is megjelentek, hiszen az emberek elveszítették a munkájukat, és utána azt látták, hogy a verejtékükkel felépített objektumok tönkre mennek, illetőleg lebontjuk azokat az építményeket, azokat a berendezéseket szétszedjük, amelyeket ők építettek és amelyekkel dolgoztak, és utána ezek közül sokat szabályosan ócskavasként kellett értékesíteni, hiszen nem volt rá vevő. És hát talán most tudjuk majd elmondani, és most kezd egy kicsit a munkánk eredménye látszani, amikor nem csak rombolás, hanem építés is sorra kerül. Az ipari park területén, István Hármasakna területén, Vasason, ahol már bizony hát 100 milliós nagyságrendű befektetésekre kerül sor, és nagyon jelentős létszámfelvételek történnek. Vasason egy 200 fős járműüzem van, egy magánvállalkozó indította ezt el, és vele egy másik üzemet, egy motorgyártó üzemet, mopedgyártó üzemet is ott létre szeretnénk hozni. Az ipari parkot mindenki ismeri, abban benne van a szakmai munkánk, és büszkék vagyunk arra az eredményre, hogy most már a nemzetközi cégek oda jönnek, és több ezer fős munkahely telepítés történik. Telephelyenként haladva szépen végezzük ezt a munkát, és remélem, hogy előbb-utóbb a kedélyek is megnyugszanak ennek nyomán. Kamarás úr részben már említette az ár emelkedés kérdését. A lakosság többsége valójában tényleg úgy gondolja, hogy a privatizált vállalatok, a monopól helyzetben lévő új tulajdonosok azt csinálnak az árakkal, amit akarnak, oda emelik, ahova akarják. Valóban ettől tartanunk kell, vagy továbbra is van egy fék? A lakosságnál valóban van egy olyan érzet, hogy a privatizációval összefüggött az a tendencia, amelyik 1995 óta például a villamosenergia árnak a fogyasztói szintjében közel 80%-os emelkedést eredményezett. Azonban ez a kérdés nincsen egymással összefüggésbe. A villamosenergia törvény, amely 1994-ben lett megfogalmazva, az az árra vonatkozóan is tartalmaz kitételeket. Azt mondja, hogy a elismert költségeket egy hatékony működés mellett úgy kell fedezniük az áraknak, hogy a hosszú távú működésnek a stabil feltételét biztosítsák. Az áraknak piaci szintre kellett emelkedni, akár privatizációval, akár privatizáció nélkül. Az áraknak a meghatározásában egy új helyzet állt elő. A Magyar Energiahivatal az, amelyik az áramszolgáltatóknak a költségeit felülvizsgálja. A költségfelülvizsgálat alapján javaslatot tesz az ipari miniszternek az ár megállapítására, és ez a folyamat, hogy értékarányossá váltak az árak, 1997. január 1-jével következett be. A konferencián is említettem, hogy itt természetesen az energiahivatal és a szolgáltatók még ma is vitában állnak, de 97-98%-ban már létrejött egy konszenzus, tehát a mai árak azok közel állnak a ráfordításokhoz.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sikeres munkát kívánok Önöknek. És még egy pillanatot maradjanak, hiszen most színházi téma következik, és bár a színházak privatizációja ma még nem igen van napirenden, most mégis néhány percet a színházaknak szentelünk. Hiszen 1961. júniusában a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlésén 40 ország küldötte, határozta el, hogy az évegy napján mindenütt a világon kiemelt figyelem jusson a színházaknak. Ez a nap március 27-e, vagyis a mai nap, a Színház Világnapja. Ma este a világ minden színházában elhangzik egy üzenet, mely Thália elkötelezettjeihez szól. Következő összeállításunkkal mi is a színházat köszöntjük. A színház játék. Pécset e játék sok helyütt zajlik. A felújított gyönyörű Nemzeti Színházban, mellette a Kamarában, a hozzátartozó Bóbita Báb Színházban. A néhai Ércbányák művelődési házában működő harmadik színházban és az Anna utcai Horváth színházban. Jó időben helyet kap a játék a Káptalan utcai szabadtéri színpadon és a Tettyén is. A helyszínek változhatnak. Színészek és nézők mindenütt voltak, vannak, és bízzunk benne, lesznek is. Faludi László 82 évesen még a színpadon állt. Illő szónál semmi sem, a gépi nem tudja pótolni, se a televízió, sem a moci nem tudja pótolni az élő szót, a színpadról elhangzott élő szót, nem tudja pótolni semmi sem. Újra meg fog változni a színészet. Ez most már 87 éves vagyok, ezt mondhatom, mert hát ha 1928 óta, ha más nem csináltam, csak a színháznál voltam, akkor is látnom kell, hogy újra visszajönnek a régi idők. Mindent jelentett a színház számomra. Nem tudja elképzelni, aki nem színész, hogy ki megy a színpadra, és látja az 500-700 szempárt felé ragyogni. Látom, hogy mindenki érdeklődve figyeli, hogy mit csinálok. És nagy szerencsém volt, hogy világ életembe, vagyis a színész életembe a közönségnek hát kedvence voltam. És ez a kielégíteni ezt a sok száz szempárt, hogy ne csak akkor tapsoljon, amikor bejöttem, hanem amikor kinyertem, akkor is tapsoljon. Ennél nagyobb boldogságot nem tudok elképzelni. Lázár Balázs, Pécs legfiatalabb színésze, mindössze 23 éves. A Hegedűs, a Háztetőn, a Csárdás királynő, az Ügynök halála című darabokban már megismerhette őt a közönség. A legelső szerep az 3 évesen volt, a Szolnok megyei kölyának a fenyőfa ünnepségén szavaltam hatalmas elánnal a De szép Zolt fenyó című dalt, mert akkor még így ment. 3 évesen egyébként így gyerekkorom óta tényleg így a színészi pálya vonzott, és tulajdonképpen tényleg ez ilyen furcsa is volt a családban, hogy amikor megkérdezték, hogy én mi akarok lenni, mert a családban semmilyen ilyen színház vagy végülis hát a színház iránti szeretet és kötődés az volt, de színész az senki sem volt, a színházban sem dolgozott senki, és ilyen furcsa is volt, hogy én színész akartam már lenni gyerekkoromban, és így is hozta a sors, hogy elsőre felvettek a főiskolára. Hát krízis helyzetek azok mindannyiuk életében, annak is hát egy színész életében szinte nap mint nap végül is szembesül azzal, hogy jó úton jár kell ez neki, de hát ez egy, én legalábbis úgy érzem, hogy én szerelmes viszonyban vagyok a színházzal és a színpaddal, és hát a szerelemnek ugye sok oldala van, szerelem, gyűlölet, imádat, megvetés, szóval ez egy ilyen szerelmi párkapcsolat a színház és köztem, szabad így fogalmazni. Dr. Görcs Jenőné, Lonci néni 1946 óta rendszeres, bérletes nézője a Pécsi Nemzeti Színháznak. Úgy vissza tudok emlékezni, már 5-6 éves koromban a szüleim elhoztak, de az nem, akkor nem volt nekünk bérletünk, akkor úgy egyszer-egyszeri alkalommal.
édesanyámmal vagy édesapámmal együtt eljöttünk a színházba. Aztán jött a háború, és akkor hosszú évekig ez kimaradt. És férhez menésem után, hát a férjem szintén nagyon szerette, és akkor elkezdtünk színházba járni elejébe, szeptembertől 46-tól, és akkor utána való évben már váltottunk bérletet. És attól, hát hosszú ideig csak kettőt. Aztán, ahogy jöttek a gyerekek, már 3 éves korba hoztam a fiamat, aztán 3 éves lett a lány, akkor már kettőt, és így most már a végén 5 bérletet váltottunk. Nagyon sok szép darabot láttam én itt, és nagyon nagy művészek indultak innen el. Még ugye fiatal koromból emlékszem, Latabárra, Honti Hanna játszott nem egyszer itt, aztán Latinovics is járt itt, aztán Tomanek Nándor és Krencsei Mariannel. Láttam Anna Kareninát, tehát egy felejthetetlen alakítás volt, aztán Anna Frank naplóját a Margitai Ágival, hát az is valami csodálatos volt. Ezt nagyon szeretem a Vári Évát, minden előadását megnéztem, Szabó Samu, nagyon sok már meghalt. Wagnerral, nagyon sok szép Bárdos Annival, nagyon sok szép operát láttam, amelyik nem is szerepelt a mi előadásunkba, azt akkor külön úgy megnéztük. A pénteken van előadás, ugye, mert az én bérletem olyan, hogy nem napra szól. Tehát lehet péntek, szombat vagy vasárnap. Pénteken én nekem a munkaidőm a Máltában 6-ig van. Hát nagyon-nagyon iparkozom, hogy 17:30-kor befejezzem, rohanjak haza, hamar egy kicsit átöltözni, mert a világ mindenkim csír ki, nem hagynám, hogy ne jönnék el a színházba az esti előadásra. Kedves nézőink, mai aktuális stúdiónkban a Dél-Dunántúli privatizáció eredményeiről beszélgettünk, valamint rövid összeállítással köszöntöttük a Színház Világnapját. Köszönjük, hogy velünk tartottak, maradjanak továbbra is itt, pár perc múlva kezdődik a híradó.